Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy igazi különlegességet a DAPUL 00 építési nagyságú Brit Class 68-as sorozatú mozdonyát mutatom be nektek röviden. A modellt egy angliában élő magyar modellező kaptam kölcsönbe, kifejezetten a bemutató céljából, egy hazai látogatása alkalmakor. Nézzük meg ezt a mozdonyt és azt, hogy mennyiben más egy a vasút őshazájából származó, nulla-nulla építési nagyságú mozdonymodell, mint az öreg kontinenssel származó társai. A modell eredetiét a Direct Rail Services cég állította először forgalomba a Szigetországban, a mozdony a Stadler Eurolight sorozatának az ottani igényekhez megfelelően módosított változata. A típus univerzális, így mind teher, mind személyvonati felhasználása alkalmas. A dízelvillamos mozdony erőforrása egy 16 hengeres Caterpillar dízelmotor, 2800 kW teljesítménnyel. Az első mozdony 2014-ben állt forgalomba, a típust 2013 és 2017 között összesen 34 darabban gyártották. Először is pár szó a méretarányról. A 0-0 építési nagyság, vagy dupla 0 építési nagyság 1 a 76,2-es méretarányt akar. Ez különbözik ugyan a h 0 1 a 87-es méret arányától, azonban ugyanúgy 16,5 mm-es nyomtávú sineket használnak ezek a járművek is. Méretarányosan átszámolva egyébként 2,3 mm lenne a különbség a nyomtában. A 00 vagy dupla 0 járművek egyébként minden egyéb méretükben exaktak, tehát 1 a 76,2-es kicsinyítéssel rendelkeznek. A Dapol mozdonya egy nagyon masszív, kemény karton csomagolásban érkezik, és még a kibontás előtt érezni lehet a doboz súlyán, hogy egy meglehetősen nehéz jármű lapul belül. A dobozból kivéve maga a mozdony hazai szemmel nézve elég nagy, ugye ez az eltérő méretarányból adódik. A h járművek mellé téve egyértelműen látszik, hogy majdnem személykocsi hosszúságú ez a vontató jármű, és jobbra-balra fölfele is egy picit láthatóan kilóg az európai járművek űrszelvényéből. A Direct Rail Services vasúttársaság 68004-es pályaszámú mozdony átmodellező jármű kidolgozottságára nem lehet panasz szerintem. A főbb méretek helyesek, és ugyan a modern mozdonyhoz hűen viszonylag letisztult formával van dolgunk, mégis számos érdekes és szépen kidolgozott részlet található rajta. Nézzük is meg ezeket fentről lefele haladva. A mozdony tetején, ami rögtön szembe tűnik, azok a nagyméretű szellőző ventilátorok ezek áttört maratott fémrácsal vannak ellátva, ami mögött jól látszik a külön elemből készült ventilátor is. A vezetőállások felett megtalálhatóak a berendezések dobozai is, ezek is részletesen kidolgozott, viszont fröccsöntött elemek. A kipufogón található hangtompító és külön fröccsöntött elem, ez ezüst színnel van festve. A mozdony oldala is tartogat érdekességeket. A szellőző rácsok mindenhol áttört maratott elemek, és van olyan rács is, amin keresztül be lehet egy picit látni a mozdony belsejébe, ugyanis a súlyöntvény itt úgy van kialakítva, hogy egy bemarás található rajta, ami mögött a belső berendezések műanyag imitációit helyezte el a gyártó. Nagyon szép 3D hatást ad főleg menet közben ez a megoldás. Oldalt a vezetőállás feljáróinak kapaszkodói külön elemek. Ezek elég filigrának, viszont sajnos műanyagból készültek, így enyhén hajlásra alkalmasak, viszont kellőképpen rugalmasak, így nem kell félni, hogy letörjenek. A mozdony elején nagyon szépen oldotta meg a gyártó a nem túl egyszerű formát, emellett kellő figyelmet fordított a részletekre is. Külön részmaradott ablaktörlő, áttört rácsok a kürtök előtt, és külön RM-ként felszerelt kapaszkodók gazdagítják ezt a részét a járműnek. A kapaszkodók viszont sajnos itt is műanyagból készültek, előképpen rugalmasak ők is, azonban picit plastikus hatást keltenek. A nagyméretű sík szélvédőn keresztül beláthatunk a kidolgozott vezetőállásra, ami egyszínű műanyag és nincs különösebben kidolgozva vagy kifestve. A mozdony melgerendáján külön festett Ackermann váltókkal ellátott légtömlők és csavarkamocs imbindáció található. Különelem a fűtési kábel csatlakozója is, illetve az ütközők alatt megtalálhatóak a tolató személyzet részére felszerelt kis kapaszkodók, az ütköző tetején pedig a fellépő is. A mozdony alváza és forgóváza is részletesen kidolgozott, itt azonban egy színű műanyag az egész, nincs festve, nincs lakkozva. Egy kicsit plastikus hatást kelt ez a részlet. Az alvázon számos különálló láda van felhelyezve, ezek kidolgozására viszont nem lehezt panasz, minden kis apróság megjelenítésre került, és némelyik elem festve is van. A forgóvázis kellőképpen szépen kidolgozott, külön felszerelt elemek rajta a kilométeróra és a csúszásvédelem jeladóinak vezetékei, illetve az ide felszerelt vezetőállás feljáró lépcső, ez a forgóvázzal együtt tud elfordulni. A forgóváz rajzolata egyéb iránt nagyon szép, külön kiemelném a rugókat, ezek nagyon jó 3D-s hatást adnak, annak ellenére, hogy egybeöntött elemek. A mozdony festése szerintem a korszínvonalának megfelelő, a festett a mozdony szekrényes saján fényel vannak fújva, szépek a maszkolások, egyenletes a felület. A mozdony oldalára a grafika nyomtatással van felvíve, azonban a szigetországbeli gyártó láthatóan magasabb felbontással dolgozott, mint európai társai, a végeredmény egy nagyságrenddel szebbre sikerült szerintem, mindamiket amiket eddig e, hazai viszonylatban láttam. Valószínű, hogy a nyomtatás magasabb DPI-jal készült. A feliratok terén nem spórolt a dapol. Minden feliratozva van a mozdonyon, tényleg minden. A melgerendától kezdve az alvázon át a forgóvázik. Még a tetőn a klíma berendezése is felkerült a kis tiltó piktogram. A feliratok minősége első osztályú, még a legkisebb is tökéletesen éles, és olvasható. Különlegesség a mozdony teteje alatt végigfotó narancsík, ez is tamponozással került föl, és még a meglehetősen bonyolult formájú vezetőállás felett is hiba és megszakítás nélkül került fel tamponozásra. A mozdony kaszni átoldalra széthúzva lehet leemelni, ekkor elég tárul a belső. MTC21-es dekóder ajfoglalat várja a dekódereket, emellett négy kapcsolóval lehet különböző fényfunkciókat analóg módban is fixre kapcsolni, vagy digitális módban függetleníteni. A mozdony belseje letisztult, átlátható és könnyen szerelhető. A konstrukció dupla rendkerékkel ellátott középmotoros, ami a kardánok segítségével viszi le a hajtást a forgóvázakba. A mozdony kerekei nincsenek tapadó gyűrűvel ellátva, oldalukba viszont bele van öntve a kifestett fejktárcsa imitáció. A jármű futása szép, halk, lassú menete, egyenletes, egyáltalán nem rángat. A kerekek centrikusak, a pályán nem billeg, nem imbolyog a mozdony. A mozdony vonó ereje a tekintélyes 668 g súlyának köszönhetően meglehetősen nagy, még tapadó gyűrűk nélkül is, Nyolc személykocsival biztosan feljött nálam a 3%-os emelkedőn, és még a legkisebb sebességen is biztosan vontatott megcsúszás nélkül. A jármű által bejárható legkisebb ívsugár 371 mm. A mozdony rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ami a rokó fecskefarkassal és az univerzálissal is megfelelően tette a dolgát. Alapból egy oldali vontadásra szerelve érkezik a jármű, viszont a dobozban találunk még egy-egy áttört és teli kotrót, amit igényeinknek megfelelően fel tudunk szerelni. Összességében érdekes volt megnézni ezt a mozdonyt, ilyen alkalom nem adódik gyakran a hazai modellező számára szerintem. Amit tetszett a járműben, az a masszív felépítés és az egyszerű, mégis jól átgondolt belső, valamint a pályán való viselkedése. Funkciók tekintetében azt vettem észre, hogy egy picit szerényebb, a felhozatal, mint mondjuk egy újabb fejlesztésű Pico Expert mozdonynál. Azonban örömteli, hogy gondolt a gyártó az analógosokra, és kapcsolókkal függetleníthetővé tette a fényeket. A mozdonyára egyébként a Kinti viszonyokhoz képest egyáltalán nem magas, ez egy nagyjából a Kinti középkategóriának megfelelő jármű. Ennél sokkal magasabb kidolgozottságú modellek is vannak a szigetországi gyártók repertoáriában. A terepasztalon megjárattam ugyan mögé kapcsolt kocsikkal is a mozdonyt, azonban a méretbeli eltérés miatt a videóba csak a gépmenetes felvételek kerültek bele. A hánú járművek nagyon furán mutattak közvetlen a mozdony mögött, és mivel 0 nullás kocsiaim nincsenek, ezért inkább úgy gondoltam, hogy gépmenetben fog körözni egy picit a mozdony. Köszönöm szépen, hogy megnézed a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!